Magyarországon, illetve a világon a II. Világháború után egy egyre intenzívebb egészségügyi ellátás fejlesztése zajlott, mind az alap, mind a járó, mind a fekvőbeteg ellátás területén, és látható volt világtendencia, hogy nem csak az orvoslásba kellett befektetni, hanem a szakdolgozói társadalomba is. Akkor ezt nem így nevezték, hogy szakdolgozói társadalom, ez az utóbbi néhány évtizednek az elnevezése. Sokszor mondták azt a szót, hogy káder, középkáder, és ez sajnos az 1990-es évekig is elhangzott, sőt, utána is ez a kifejezés. Ez egy olyan középfokú végzettségű szakembercsoport volt a világon, a szakdolgozóknak ez a csoportja, akik nem egyetemi vagy főiskolához, diplomához kötődve végezték a feladatokat. Ebben a körben a gyógyszerellátás területén 75 évvel ezelőtt elindult egy olyan folyamat, ami azt gondolom, hogy azóta is tart, és talán a következő években fogja elérni azt a csúcspontját, amit a világon esetleg már 20-30 évvel ezelőtt elért. Gyógyszertári asszisztensi kör egy nagyon sajátos hatáskörrel, kompetenciával tevékenykedik, korábban inkább a gyógyszerellátás, lakosság közeli ellátás szintén, és ezen túl egyre több más helyen is el tud helyezkedni és tud tevékenykedni. Az intézeti, például a kórházi, klinikai környezetben történő gyógyszertári asszisztensek megjelenése egy új dimenziót hozhat az ő szakmai tevékenységüknek, segítendő az ott dolgozó kollégáknak, ápolási kollégáknak, vagy éppen más asszisztens kollégáknak a napi tevékenységek rutinját. És mint hogy a kórházi gyógyszerészet átalakult, illetve fejlődött és fejlődik a világ számos területén, így a szakdolgozói vonalon is ezt a tendenciát lehet látni. Ennek a területnek legalább akkora nagy jelentősége van, mint mondjuk az alapellátásban a házi orvoslásnak, vagy éppen a kórházi klinikai környezetben az ottani orvoslásnak, gyógyításnak. Én szerintem az egyik legfontosabb a terület az a betegoktatás. Sokszor a gyógyszerészi gondozás a betegoktatás szempontjából a gyógyszerészek ez mellé álltak évekkel ezelőtt, és ez az egyik fő iránya a gyógyszerészet fejlődésének. De el kell mondom, hogy szakdolgozói körben szintén ugyanezt lehet tapasztalni, hiszen ha hazakerül egy beteg, és már pedig sokkal korábban, sokkal előbb kerül a otthonába vissza, hiszen a kórházi napok, ápolási napoknak a száma egyre jobban csökken. Egyre hamarabb térnek haza, egyre úgymond súlyosabb állapotba térnek haza, ezért nagyon sok kérdéssel a betegek, illetve a hozzátartozók kihez forduljanak. A házi orvosokhoz és az ott dolgozó körzeti ápolókhoz, patikában teljesített, szolgáltat teljesítő gyógyszerészekhez, szakgyógyszerészekhez és az ott dolgozó asszisztensekhez, szakasszisztensekhez. Tehát ilyen szempontból ez egy olyan fajta terület, ami biztos, hogy több tudást, tapasztalatot, kommunikációs készséget, magai szakmai gyakorlatot igényel, hogy bizonyos dolgokról tudjanak megnyilvánulni. Mondok egy példát, amikor egy beteg egy műtéti beavatkozáson esik túl, akkor hazaengedik, és mondjuk egy alacsony molekulású heparint kap. Ez korábban kórházi klinikai környezetben történt, hiszen 16-18 napot töltött bent a beteg. Ma pedig esetleg egy vagy két nappal a műtét után hazakerül, valakinek ezt be kell adni, valakinek el kell mondani. Lehet, hogy elmondják, hogy hogy kell kivitelezni, de amikor kiváltja ezt a terméket a patikában, akkor valaki tömegkérdezi, és hogy kell beadni, annak a kolléganak vagy kolléganőnek is kell szakavatottan tudni segíteni. A jövőbeni feladatok körében talán az egyik legfontosabb, hogy a jelenlegi patikai hálózat, akár kórházi, intézeti vagy területi szinten nézzük, fontos szereplője a képzésnek, a szakképzésnek. Ezt föl kell ismerni mindenkinek. Azért, mert látható, hogy saját maguk képzik ki
a jövő utánpótlását. És hogyha ebben van felelősség, és érződik a felelősség, akkor fontos, hogy a mostani gyakorló asszisztensek, szakasszisztensek felelősök lesznek, persze a gyógyszertári hálózatban a patikusokkal együttesen, felelősök lesznek a jövő gyógyszerészei, illetve gyógyszertári asszisztenseiért is. Ezért nagyon fontos, hogy a duális képzésbe be kell fektetni, viszont minőségibb munkavállalók, jól képzett munkavállalók kerülnek egy biztonságos gyógyszerellátási környezetbe. Ez az egyik. A másik, hogy a Magyar Gyógyszerészi Kamara elnöke, illetve elnöksége többször kifejtette azon béli terveit, hogy hogyan képzi el a jövő gyógyszertári asszisztensi képzését, hol, kinek a közreműködésében, és ebben az orvos és egészségtudományi képzés folytató egyetemek benne vannak. És én azt gondolom, hogy ez az a momentum, amit esetleg más országokban 3-4 évtizeddel ezelőtt már elértek. Magyarországon talán most a 20-as éveknek a második felére fog beérni, hogy ilyen helyekről fognak kijönni majdan a jövő gyógyszertári asszisztensei, és ez egy minőségi változáshoz fog hozni. Ezt megéltük a védőnőség területén, a szülésznőség területén, a gyógytornász képzésben, az ápoló képzésben, és nagyon sok szakma területen én hiszem és vallom, hogy ez nagyot fog lendíteni a gyógyszerellátás területének a presztízsének is.